Az UFC nagykanizsának hat gólos győzelmet, a horvát még kiskanizsának pedig döntetlent hozott a megyei első osztályú bajnokság 20. fordulója. A tabellát vezető kanizsaiak szombaton a hetedik helyen álló Csesztregnél vendégeskedtek. Az UFC hetesi találatával a 25. percben megszerezte a vezetést, majd a 45. percben Kovács nyomatékosította a fölényt. A második félidőben időben horvát szalai és péntek összesen négyszer talált a hálóba, a végeredmény 6-0 lett. Vasárnap Kiskan is a Becsehely találkozót rendeztek a sáskapályán. Lukács hetedik percben lőtt góljával jól indult a mérkőzés a házigazdáknak, de a Becsehely hamar feljött és a csapatok egy-kettőnél fordultak. Póka a 62. percben egyenlített, így a meccs kettő-kettővel ért véget. Öt és fél, hat és félre kikapott az Aqua NTSK második csapata. A kanizsai sakkozók a pénzügyőre se kettővel ültek asztalhoz az NB1 Bés bajnokság utolsó előtti fordulójában. Az első csapatoknak tegnap szünnapjuk volt, amit a rendkívül erős felállásban érkező vendégek ki is használtak, és szoros mérkőzést követően győztek. Bár az Aqua Gara is Felde szerzett egy-egy pontot, a többiek csak döntetlent játszottak. Papnándor csapatvezető szerint becsületes küzdelemben maradtak alul a kanizsaiak, akiknek a bennmaradás május elején a győr elleni mérkőzésen dől el.